Nem kell a maszk a patikákban, csak az egészségügyi és szociális intézményekben kötelező már. A mezőgazdasági területekre is viszi a szél. Hiába takarítják fel, hamarosan újabb szeméthalmok csúfítják az útszéli megállót. Egyre többen kertészkednek, palántával, vetőmaggal, szaktanáccsal támogatják a konyhakertek tulajdonosait. Ringató a tájházban, új helyszínen várják a családokat. Köszöntöm Önöket, ez a csütörtök esti hír összefoglaló, nézzük a legfrissebb történéseket. Megjelentek az új maszkviselési szabályok a magyar közlönyben, amelyből egyértelműen kiderül, hogy néhány kivételtől eltekintve gyakorlatilag mindenhol maszk nélkül lehetünk. Az elmúlt napok fontos kérdése volt, hogy kell-e maszkot húzni a patikákba való belépéskor. Most már biztos, hogy a gyógyszertárakban maszk nélkül tartózkodhat bárki. A rendelet szerint az egészségügyi intézményekben azonban továbbra is mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot viselni. Ugyanakkor az egészségügyi intézményekben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni. Továbbá nem kötelező a maszkviselés sem a 6 év alattiaknak, sem az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő személyeknek. A kormányrendelet szerint a szociális intézményekben a védettnek nem minősülő látogató, illetve ellátott a látogató fogadásakor a közösségi programok alkalmával a közösségi terekben való tartózkodás esetén a munkát végző személy, valamint az egyéb célból jelenlévő személy köteles maszkot viselni. További részletek a témával kapcsolatban honlapunkon a halasmedia.hu címen tekinthetők meg. Folyamatosan gyűlnek a szeméthalmok az 53-as főút Nyárfa büfé közeli leállójánál. A szél a műanyag hulladékot befújja a közeli kaszálóra, így a terület tulajdonosa kénytelen volt összeszedni, elégetni a szemetet. Hiába viszik el a közutasok a zsákokat, néhány napon belül újra termelődik a fekáliával is dúsított szemétrakás. Eldobált PET palackok, ételes dobozok, emberi ürülék, mindenféle kidobált zöld hulladék fogadja a Kiskunhalasra érkezőket itt a déli városkapunál a Palotai úton a Nyárfa büfé közelében. Ez a probléma már úgy tűnik hosszú évekre visszanyúlik, hiszen itt a környéken élők már többször panaszkodtak emiatt. A helyzet sajnos, bár a hatóságok több esetben intézkedtek, már szinte változatlan. Közúti parkoló van, pihenő zöldövezeti parkoló, nemzetközi főút mellett, az 53-as mellett, ami gyakorlatilag levezet a Balkánra, és itt láthatóan úgy szintén balkáni állapotok uralkodnak. Az a probléma nem lett megoldva 10 év volt, hogy itt elhelyezzenek egy konténerkukát, vagy kisebb tároló gyűjtőzacskókat, vagy bármit, amiben ezt a felhalmozott szemetet gyakorlatilag az átutazók, vagy a megpihenők el tudnák helyezni, és kulturált körülmények között ez innen el lenne szállítva. A viharos szél messzire elfújja a szemetet, jut belőle a környező magánterületekre is. Szemerédi Tibor azt mondja, legutóbb már nem volt más választása, összeszedte és elégette a hulladékot. A háttérben már magánterületek vannak, és ott is az átdobált szemetet, minden jellegű olyan szemét megsemmisítésre került, ami úgy látom, hogy példaértékű lehetne a tekintetben, hogy a gazdák akár jobb vagy bal oldalról itt körülöttünk eltakarították a szemetet. A fennálló probléma az, hogy maga a közteleti parkolóból nem szállítja el senki a szemetet, és tényleg arra kérünk itt most már az ide tartozó hivatalos szerveket, hogy ezt oldják már meg, 10 éves probléma. Kuris István László alpolgármester önkormányzati képviselő úgy gondolja, mindenki bosszantó ez a helyzet, amely itt újra és újra kialakul. A lehetőségünk nekünk is itt annyi, hogy jelezzük ezt a közútnak, hogy az ő által a kezelt területen ott levő illegális hulladékot takarítsa el, ezt a közút rendszerint meg is szokta tenni. A lakosság felé a kérésünk az, hogy ha ilyet tapasztalnak, akkor jelezzék. Ha ilyet tapasztalnak, és valaki bátor ezt meg tudja tenni, akkor rögzítsen képfelvételeket, kamerafelvételeket, jelezzék ezt a hulladékradar applikáción, amelyet szintén mi megkapunk, és tudjuk a helyzetet kezelni. Általában az 53-as főút melletti szemetelés javarészt külföldi állampolgárok által ott hagyott illegálisan elhelyezett hulladékból adódik.
igyekszünk ezt olyan formában is kezelni, hogyha valakivel tudunk jó együttműködést kialakítani, és vállalná ezt, képes lehet erre, akkor megpróbálunk oda vadkamerát biztosítani, és adott esetben akkor vele még szorosabban együttműködni, mármint azokkal, akik közvetlenül ott laknak az adott helyszínek a környékén. Legutóbb ez év márciusában foglalkoztunk az itteni szeméthelyzettel, akkor is azonnal intézkedett a közútkezelő. Dr. Stana Zoltán megyei vezető elmondta, sok millió forint elmegy az ilyen helyek rendbetételére, takarítására. Van egy állami fejlesztésű hulladékradar applikáció, és az ott, aki bejelent bármilyen út melletti szemét, hegyet, vagy bármennyi mennyiséget, azokat nekünk el kell szállítanunk, amennyiben az út hozzánk tartozik. Tehát ez ugye rengeteg olyan munkát ró ránk, ami helyett azért tudnánk mi ennél tartósabb, hasznosabb munkát is végezni, ha nem kellene ezt a feladatot elvégeznünk. Úgyhogy azt kérném a közlekedőktől, hogy próbálják meg azt elérni, hogy senki, se ők, se más ne dobáljon el szemetet az út mellett, mert igazából az csak egy többletfeladatot ró a magyar közútra, és elviszi az erőforrásokat mondjuk éppen a kátyúzás elől. A kiskunhalasi járási ügyészség minősített embercsempészés büntette miatt vádat emelt két román férfival szemben, akik a telefonjukra kapott GPS koordináták szerinti helyszínen 9 férőhelyes furgonjukba a közeli erdőből kiszaladó, addig ott bujkáló 11 afgán migránst akartak éppen felvenni, amikor a határvadászok tetten érték őket. Az eset idén februárban történt Mékút külterületén. Az ügy érdekessége, hogy a bérelt furgonról még fotót is küldtek, így az erdőben várakozó migránsok be tudták azonosítani a rájuk váró járművet. A letartóztatásban lévő embercsempészek ügyében a kiskunhalasi járásbírósághoz döntést közölte a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Rekordközeli hőség van a térségben, így péntek estig ismét elrendelték a speciális eljárás rendet igénylő vörös kódot. Ez azt jelenti, hogy a hajléktalan ellátásban az élet védelme az első. Minden szociális intézmény köteles befogadni a hajléktalanokat és mindenki mást, aki a hőség miatt bajba jutott. A vörös kód célja az is, hogy felhívja a társadalom figyelmét a segítségnyújtásra. A déli megyékre, így Bács-Kiskunra is a mai napra 3-as fokú vörös figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a 29 fok feletti napi középhőmérséklet miatt. Péntekre pedig a hőség mellett zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Évről évre egyre sikeresebb a Halasi Kiskerti program, melynek során palántákat, vetőmagot és szakmai tanácsadást kapnak a résztvevők. A cél az, hogy a kiskertjükben megtermeljék a háztartásukhoz szükséges zöldségeket. Csanádi Lajos, a gazdakör elnöke úgy gondolja, Halason nagyon jó példák vannak arra, hogy teljesen kezdőként is sikereket lehet elérni a konyhagerti termesztésben. Itt is van, végig barackfák vannak, és akkor többféle fajta, mert szemzem. A 85 esztendős Szurop Jánosné paradicsom és paprika palántákat kapott a programnak köszönhetően. Kiskertjében az év jelentős részében mindig akad munka. Szoktam mindjárt magokat, mindenfelé sok magot, hogy palánt, rengeteg palántát adtam el. És akkor palánt, amikor kigyűn, akkor megint mást vettek, akkor vagy ilyen, hát mindent, sóskát, mindent. Például a korai spenót, az derékig érő volt. És akkor az kigyütt, akkor helyébe hagymát szórtam. Hát mindig, amelyik kigyűn, akkor rögtön vetek bele mást össze. És akkor van, hogy egy évben háromszor is megtermelni az a darabot. Paradicsomot kaptam, és ötöt tettem oda, ötöt megpróbál, nem volt már helyem az ötöt ide, de hát itt épület volt, az ez gyöngébb lett ez az öt, és akkor meg hát ott a paprika. Mindig langyos vizet, ne érje ugye még a szárát se, meg a levelét se, és utána rámulcsolok így, és akkor innentől kezdve több napig megnéztem, olyan 2-3 napig teljesen tartja a nedvességet. Botos Ágnes Budapestről költözött le Kiskunhalasra, az egykori családi birtokra. Férjével a kiskertben igyekeznek többféle zöldséget és gyümölcsöt is megtermelni.
Mint mondja, a paprika, paradicsom és padlizsán palántáknak nagyon megörült. Jó dolog, hogy az önkormányzat és a gazdakör így ösztönzi az embereket. Óriási dolognak tartom ezt a kezdeményezést, mert nagyon sok helyen látom, hogy nem művelik a földeket. Egy kis ráfordítása, egy kis szorgalommal pedig csodálatos dolgokat lehet elérni, mint az előzőleg is említettem, hogy friss zöldség, gyümölcs kerül az asztalra. És nagyon megköszönöm a rengeteg tanácsot, amit kapok, úgyhogy ezt alkalmazom is. Úgyhogy így már terem a paprika, paradicsom. Megpróbáljuk megteremelni azokat a dolgokat, amiket a háztartásban tudunk hasznosítani. Csanádi Lajos szakmai tanácsokkal is ellátja a kiskertek tulajdonosait. Én alapvetően úgy gondolom, hogy alapvetően egy városi kezdeményezés. A kiskoros város a pályázott erre, és ehhez a gazdakör is valamilyen szinten. Én úgy látom, az elmúlt három év, ugye három év folyik ez a program, az elmúlt három évben én úgy látom az én szememmel, hogy több kiskert be van vetettük, több kiskertet művelnek, és az, amit észrevettem még, és már mondtam több embernek, hogy benne a városban, az emeletes házakban, az emeleteken, a teraszokon én több növényt találok a telkéken eddig. Lehetjük az én szemem ilyen, de úgy látom, hogy többen próbálkoznak, mert ott is meg lehet termelni bármilyen növényt, sőt, még zöldségfélét is. Áramszünet lesz több Halasi utcában is, közölte az MVMD MÁSZ áramhálózati Kft. A tájékoztatás szerint a társaság a szolgáltatás minőségének javítása érdekében végez hálózati munkákat, és emiatt áramszünet várható 29-én 8 és 12 óra között. Az áramszünetben többek között érintett a Galagonya és Gyárfás utca, de a Szélmolnár, a Tímár és a Vári Szabó István utcai része is. Akinek agregátor igénye van az áramszünet idejére, azt előre kell jelezni. Az érintett utcák és házszámok teljes felsorolása, valamint az e-mail cím, melyen az agregátor igényt kell jelezni, elérhető a város internetes oldalán a kiskunhalas.hu-n. Új helyszínen a kiskunhalasi tájház udvarán várja a gyermekeket és szüleiket a hosszú évek óta nagy népszerűségnek örvendő ringató foglalkozás. Minden alkalommal újdonságokkal találkozhatnak a résztvevők. Ma délelőtt például egy különleges hangszer bemutató is helyet kapott a programban. El akart hervadni, nincs ki lesz, na mindenki énekel most! Kisgyermekek, anyukák, apukák és nagyszülők énekelnek együtt a kiskunhalasi ringató foglalkozáson, ami a nyári hónapokban új helyszínen várja az érdeklődőket. A kiskunhalasi tájházban vagyunk, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyszín, autentikus környezetben, és kint a szabadban, fák alatt, hűvösben, úgyhogy szerintem ez a legjobb választás. És azt hiszem, hogy a ringató hangulatához illik is egy kicsit ez az egész. Ma egy bolgár népdalt fogunk tanulni, illetve már tanultuk is a foglalkozásokon, és egy új hangszert fognak a szülők és a gyerekek látni, ez a koboz, ami igazából egy moldvai hangszer, és a balkáni hangulatot kicsit majd itt behozzuk a foglalkozásra, kicsit tükrözi majd. A mai foglalkozáson sok olyan család vett részt, akik minden héten ellátogatnak a ringatóra, hisz véleményük szerint a gyerekeknek nagyon jót tesz, ha közösségben töltik el a délelőttöket. Főleg a Covid után azért elég kevés esélyünk volt gyerekekkel találkozni, úgyhogy inkább ez az elsődleges szempont, és hát mindenki ajánlja ezt a fajta Kodály-féle nevelést, úgyhogy azért ez is ami szempontok között volt, és hát miért ne igazából, tehát otthon vagyunk picikével, nincs nagyon mit csinálni egész nap, úgyhogy pont jó ez így egy programnak kb. Milyen a helyszín, milyen itt a fák alatt az udvaron kint lenni? Jó, előtte a Végkúriában volt, az is nagyon jó volt, de megmondom őszintén, ezt jobban szeretem, egy picit csöndesebb, parkolási lehetőség is jobb, úgyhogy ez jobban fekszik nekünk szerintem. Nem csak a kicsiknek jó, ha együtt lehetnek, a szülők is hasznosan, például fontos kérdések megvitatásával tudják eltölteni az ilyen alkalmakat. Szoktunk beszélgetni a szülőkkel, főleg mondjuk több gyerekes szülőktől, én mint első gyerekes anyuka volt már olyan, hogy kérdeztem, hogy szerintetek ez így normális-e, jó-e, rendben van-e? Úgyhogy abszolút egy jó kis közösség alakult ki. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat.
Nem kell a maszk a patikákban, csak az egészségügyi és szociális intézményekben kötelező már. A mezőgazdasági területekre is viszi a szél. Hiába takarítják fel, hamarosan újabb szeméthalmok csúfítják az útszéli megállót. Egyre többen kertészkednek, palántával, vetőmaggal, szaktanáccsal támogatják a konyhakertek tulajdonosait. Ringató a tájházban, új helyszínen várják a családokat. Jönnek a zivatarok, erről lesz szó részletesen az időjárás előrejelzésben. A napi mozaikban Fehérvári Lilla műsorából mutatunk egy részletet, a helyszín a Halasi Szélmalom volt. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Szép estét, viszontlátásra!